Sziasztok, Marikáék vagyunk, ott a papa. Sziasztok! Azt mondja a férjem, hogy mutassam meg, hogy az almaácát hogyan készítjük. Az az igazság, hogy nem kellene almaácát, mert mindjárt mutatom, mennyi van, de hát, ha nem lesz almánk az idén, olyan kevés virág van a fákon, úgyhogy beleegyeztem. Na, akkor mutatom. No, ugyan volt papa? Volt egy csomó golden almánk, ami gyorsan elkezdett idő előtt romlani. Nem lehetett sokáig tárolni, igen. Nem volt nagyobb baj, csak megfonja. Ott vannak az üres ládák, megfonyadt, különben ehető volt, de ugye fonyadtam már kinek kell. Van másik, volt még zöld alma, látjátok, ami már meg van sárgulva. 40 kiló volt. 40 kiló összesen? Igen, aha. Jó, azért 30-30. Jó, jól van. Na, a fém ledarálta, ugye ledaráltad. Szőlőt, utána a szőlőprésen is áthajtotta. Igen. Igen, így lassan húzogatott utána, úgy nagyon sok lé kijött bele, meg benn van egy ilyen függöny, ugye, apu? Hogy mert különben ugye itt kijönne az alma. Körbe veszi. Igen, kitaláltuk így, aztán... Kirobbanik belőle, igen. Oldalra, ugye ez nem szőlő. Igen. Igen, ez kijött, az alma kijött. Hát, no. Idő kell neki, már azért gyorsan nem megy, többször utána húzogatni. Te melléképületben vagyunk. Van azért. Ja. Jól van. Bornak is. Ja, meg bort csinált, ja, bort csinált. Azért ajánlottam ezt föl, ja. Hogy... Azért nem bírok vele. Hát 15 liter lett. 15. 10 liter bor lett belőle. Igen. Nem menő a szendőbe az alma. Igen, igen. Na, aztán itt van két, mondjuk az egyik 4,5 literes, ugye a csavaros, amelyik nem csavaros, az 5 literes. Várjátok, nem jól mondom. 4,5, ez meg 5,5 literes üveg. És ebben a 3 liter ment, ugye? 3 liter lé ment, almalé, igen, almalé. És akkor úgy csinálta a férjem, hogy a cefra, amit már, cefra az? Igen, őrlemény cefra. Igen, amit már átpréselt, igen, azt összekevertettem vele vízzel. Igen, és akkor most azt préseli. Most azt préselem, igen, a víz. A víz, ami víz, de alma lével. Igen, hát van róla erről az almácatról videó, hogy hogyan készítem, hát szerintem azt is hasonlóan csináltuk mindezt, csak ott nem volt prés, az kézi munkával megszakadtam, mert olyan nehéz kicsavarni. Igen, akinek nincs ilyen, az kézzel kinyomkodjuk, a másik videóban úgy mutatom, úgy tudom. Ha érdekel, igen. Egész más. Igen. Igen, az íze. Ja. No, és akkor ugye föl lesz addig öntve, de egy kicsit följebb lesz, se baj, mondtam a férjemnek, azt mi beleburítjuk körülbelül mind. Hát ugye ez forni fog, hát olyan sok nem lehet, de úgy kell csinálni, hogy az almali amennyi, annak fele mennyiségű vizet kell hozzáburítani ahhoz a cefréhez, vagy hát ami már ki van préselve, és akkor állítani benne egy napod, vagy fél napod, vagy pár órát, és akkor azt megint kinyomkodni, ha kézzel csináljuk, nem ezzel, és akkor hozzáburítani. Úgyhogy, ha már érdekel, akkor majd ott még részletesebben elmondom, hát, ha így gyorsan beszélek, aztán nem sikerül jól. Na, és akkor én 5-10 gram, 5, hogyan is, 5-10 dekától lehet a cukrot adni, tehát 50 literenként, úgyhogy literenként 5 deka, 50 gram vagy 100 gram literenként, de nem akartam olyan sokat, mert ugye ez már egy túlélett alma, aztán édes. Jó, hát biztos. Na mindegy, annyihez, amennyi ez lesz, az körülbelül 4 liter lesz, meg ez is, 250 gram cukrot mértem ide, hát most arányával kiszámolni lehet többet, akkor előbb érik, vagy kevesebbet. És akkor kobászt fogok, mert múltkor szedtem le, itt vannak az almaecetek, megmutatom. Itt vannak az almaeceteim, még ennyi van ám, rengeteg ez.
Múltkor szedtem le róluk az acata agyat, úgyhogy most nincs acata agyom, kovász lesz hozzá ragva. Úgyhogy kovászt fogok rakni, egy hoztam az evőkanalat, bevizezem, vagy ide belenyomom, azt akkor egy evőkanalra rakok mind a két üvegbe. És akkor majd elkezd forni lassan, aztán mikor letisztul, akkor átszűröm, lefájtem magyarán. Uh-huh. Jó. Na, hát ezek még így. Ezek még látom. Ilyen állapotban vannak. Közben lehet válogatni. Sose eszünk jó almát. Hát azért. Én nem eszek. Teljesen épet nem, de hát az teljesen jó, épet nem, de valami baja van, azt tesszük. Kis baja, akkor igen. Az még jó, másik fele teljesen. Igen, a gyerekek azok jót kapnak, mert ugye ők aztán nem fognak vagdalni. Uh-huh. Még a pirosból is. Hát ez még nekünk elég lesz. Uh-huh. Idared. Idared. Ja. Még most mi van? Május lesz. Május lesz egy májusba. Hét múlva. Hát még májusban bőven. Végre nem is csinálunk almászetet. Igen. Igen. Ami jó, olyan rossz lesz. Ugye ez meg ami ez a betegség, ezt le lehet zsurulni róla, ezt a feketét. Olyan, és akkor nem sok volt. Én mondjuk halmozva eszem, mert az apém nem díjazza. Az alma hét, egyszer írtátok is, mikor elmondtam, hogy apaköván van. Úgyhogy még mindig nem vagyok megműtve, de nem is leszek rá, mert úgy félek a műtéttől, majd ha bedurranik, vagy én nem tudom, mi lesz, az orvos lemondta ugye a műtétet, aztán én meg nem szorgalmazom, mert vigyázok. Ami nem esik jól, azt már nem eszem. Ja. Jó, ezt a féljem így most letakarja, de tényleg jól le volt bundázva, már ugye megfagyod volna. Itt nagyon, itt nagyon hideg van tényleg. Egy pára fokmérőt, most mennyi van. Tudjuk, ezt is mindig van. Van egy sparhát, minden, de nem használjuk ezt az a kis konyhát. Így. Most az alsó. Ott van 9, az kevés. Igen. És 12 fok. Igen, 12 fok, én meg rövid ujjúba vagyok. Igen. Na jó van, akkor ezt megcsináljuk, hozzáborítjuk, meg ezeket hozzákeverem. Ez ugye ez a kovász, én nekem áldobandó kovász, úgyhogy egy ilyen evőkanálra rakok mind a kettőbe. És én azt vettem észre, hogy a kovásztól, mert bekevesebb került, kovásztól szebb, világosabb lesz az almácet, ez megy vissza be. De ezek is mind az acetáttól. Régen a legelsőmnél oda a kenyeret raktam. Kenyeret raktam, kenyérhéjat. Uh-huh. Az előtti videómban el is mondtam, hogy... Bármi beindítja az erjedést, élesztő... Nem hoztam gumit. Élesztő, kovász. Hát ebben élesztőt én nem raknék. Ugye az almászerben mindenképpen kell víz, de sok almalé is. Mert a sógornőm az nem úgy csinálta, azt hiszem úgy csinálta, hogy alig rakott a vízhez almát. És hát persze, hogy nem lett jó, mindent volna, hogy jó. Mert ugye roknapán fel van egyre olyan hülyeségeket, aztán az emberek bedőlnek neki. Na közben majd kijövök, megkevergetem. Hát egy napig azért rá kell figyelni, például hogy a cukoráról vagyunk. A bornál, azt olvastam, azt elmondhatom? Igen. A bornál például a cukrot én úgy kevertem hozzá, mert ahhoz is kell, hogy egy kicsit megengedik langyosítani egy kis bort, egy liternyit, csak langyosra, hogy ne legyen jéghideg, és akkor abba kicsibe oldottam fel a cukrot, uh-huh. És mikor már úgy éreztem, hogy jól feloldódott, akkor borítottam hozzá így, mint ahogy te, de ugyanaz az eredmény. Azt én is csináltam volna, ja, hogy... Ja. Ja, de így ez az átlátszó üveg, itt látod, még megkevered, gondolom egy párszor majd. Na. Akkor majd jövök, hogyha elkészül, de hát az elég soká fog megtörténni, mert ugye ennek kell legalább hát egy hónap vagy kettő is, nem tudom. Itt 12 fok, ez nagyon kevés neki. Na, akkor gyorsan megmutatom azt is, hogy te hogyan szeret szét, természetesen gumikesztyűvel, mert hát különben megfogja a kezet. Megfogja a kezet, nagyon az alma. Tedd ebbe bele a puli, nem? Nem? Ja, még akkor lehet, hogy öntök egy kis lét, látom, van lé még egy kicsi, akkor azt még hozzáborítom, hát még egy kicsit elbír. Mikor már sokat csinálja az ember, akkor már rájön a gyorsaságra is. Először csak itt elvariálgattam, mert ugye ezt majd minden el kell mosnom.
Jó van, amikor annyira sértem. Még apámtól rögtem. Ja, igen, az a szüleidé volt. És hát a húgommal közösen. Ja. Kettőnké. Hát betisztítod. Mi van az a... Ja, itt az a ruha. Itt az a függöny anyag, amiből varta lesz az egészet, körbeveszi, és akkor nem robbanik ki a réseken. Igen. Hát most még ezt lehetne ampréselni. Persze, de nem kell több. Ja, ezt még lehetne, már még sok lé van, már nézzen. Ja, és akkor nem dobja el azt a függönyt, hanem kimossa. Kimosom. Ő mossán, ki nem én, majd én bacakolok a bóriával. Ja. Nem, én ki tudom azt mosni. Ja. Persze, itt tud vizet melegíteni, van gáz, hiszen is meg. Ez a postás nem nekünk dudart, ugye? Na, ennyi. Na, ennyi. Szerinted akkor, papa? Hát jó, de hát mutatja a videót most rak föl szerintem, ne várjátok még majd ezt kiforja magát, hát az mikor lesz még. Ja. Úgyis megmutattad ott van az eredmény. Igen, igen. Tavaly ez ugyanolyan lesz. Igen. Jó, akkor lehet, hogy azt csinálom, mert ez ugyanolyan lesz már akkor, hogyha van hullott almátok. Ma olyan, ma fonyat almátok, akkor meg tudjátok akkor csinálni belőle, ha a falun éltek, ha akarjátok. Sőt, sokan vásárolnak ilyen, mikor igen, vannak az akciók, ilyen hullott almát, ugye bornak, ennek a pálinkának, nem muszáj legyen almája az embernek. Igen, de mondom, ecetágy is jó rá, meg kenyér. A másik videóban elmondtam, hogy én már úgy nem csinálom, mivel mindig van ecetágyom, vagy kovászom. Na jó, van, el is búcsúzok, köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót. Na én akkor... is, papa. Akkor... Soha nem szólok. Akkor felrakom ezt a videót, ezt ha gondoljátok, akkor ti is csinálhattok így, hogyha sok a fonyat almátok, ha meg nincs, akkor nem. Írjatok kommentet, legyen szép napotok. Köszönöm, hogy végignéztétek a videót. Sziasztok!